Létezik, hogy a piacra új belépő nem csupán jobb, de mindezt egy sokkal kedvezőbb áron nyújtja, mint a piacvezető? Ezt fogjuk ma kideríteni a Wireless ilyen kis mikrofonok területén, hogyha úgy tetszik. Itt a király a piacon a Rode Wireless Go, aminek megjelent a 2-es verziója. Viszont van egy kihívója, a Saramonic-nak a Blink 500 Pro B2, ami szerintem nagyon ütős, főleg azzal ahhoz képest, amiket ajánl. Mindent át fogunk beszélni, hogy melyik jobb, milyen pro-kontrája van, milyen funkcióik vannak, ár, hangteszteket csinálunk, távolságtesztet is. Vágjunk bele, kezdjük el, jöjjön az intro! Folytatjuk, azt tudnatok kell, hogy mindig alul fogom mutatni, ide-oda váltok, hogy éppen melyik eszközt használom, tehát melyiknek a hangját halljátok ti. Kezdjük azzal, hogy mi van a Saramonic-nak a dobozában. Már az elején feltűnhet nekünk, hogy egy nagyon jó dobozban érkezik, ugyanis ez a doboz nem csak tárolja a kettő transmittert, hiszen így akár kettő külön embernek a hangját fel tudjuk venni, erről majd még később beszélek, és ugye amihez képest csatlakoztatjuk mi a hangot a saját számítógépünkhöz, vagy kameránkhoz, bármihez, ebben tölteni is tudjuk, tehát ez egyszerre egy charging eszköz, egy töltőállomás, amivel nagyon hamar fel lehet tölteni, és amúgy 8 órát bír, de majd a funkciókat át fogjuk beszélni. És a dobozban csodájára kapunk nagyon sok kiegészítőt, ki fogjuk próbálni például Love mikrofonnal is, ugye ez a kis chipi mikrofonnal, ami a Saramonic-ban alapból benne van. A Rodehoz külön elég drágán meg kell venni a Smart Love Plus-t, és ahhoz még egy kiegészítő kábelt is, hogy bele tudjuk csatlakoztatni a transmitterbe. Ez mind a Saramonic-nál ott van a dobozba, amit megveszünk, megkapjuk azon az áron, és nyilván az árról is mindjárt beszélünk, és még kapunk hozzá ilyen windshield protection, tehát hogy egy ilyen kis szivacsot a Love Mic-nak a tetejére, és még detketet is, amikor ugye ilyen nagyon szeles helyen vagyunk, akkor az valamennyire le tudja venni. Úgyhogy a doboz nagyon kompakt, töltőkábeleket is kapunk hozzá. Egyetlen egy bajom van vele, hogy a doboz, ugye mivel ez egy töltődoboz, nincs egy külön kis rész benne, ahova ezeket a kiegészítőket, mint mondjuk a chipi mikrofonokat be tudnánk tenni. Amúgy most van egy másik kameraállásunk is, hogy teljesen fair legyen a teszt. Ebbe csatlakoztattam amúgy a Rode-ot, és ebbe csatlakoztattam a Saramonic-ot. Úgyhogy azt még el szeretném mondani, hogy amúgy ez egy 3000 milliamperes doboz, ami egyszerre tudja tölteni mind a három eszközt, ami nagyon király, mert a Rode-nak három külön USB-C-s kábelre van szüksége, hogy azokat töltsem. Ez sokkal egyszerűbb, és amúgy a pairing is, tehát térünk át a funkciókra, nagyon egyszerű, mert csak egy gombot benyomok, tehát hogyha mondjuk több dobozom van, összetudom, ha jól tudom, 16 ilyen transmitter tudnék csatlakoztatni, és annyi a dolgom, csak berakom a dobozba, és már a receiverrel, tehát azzal az egységgel, amit ugye a kamerára rárakok, azt már egyből összepárosítja még a Rode-dal, be kell kapcsolni őket, és minden egyes alkalommal a párosításra a receivert hosszan meg kell nyomni, a másik oldal meg egy, a transmitternél pedig egy picit kell hozzányomni, és ez mindig egy olyan macer, hogy minden alkalommal megcsinálni, és a töltés is egyszerűbb, ez tényleg egyszerűbb a Saramonic-nál. Na de hogyha már belevágtunk a funkciókba, vegyük át a három kedvenc funkciómat, ami igazából mind a kettőre igaz, hogy nagyon jó hangminőséget adnak, és hogyha gyorsan ez a run and gun stílusba szeretnénk használni, akkor tényleg fantasztikus, talán ez a legjobb megoldás, és mivel mind a Wireless Go 2-nél, mind pedig ugye a Blink 500 Pro B2-nél
2 transmitterünk van, egy sima beszélgetést le lehet folytatni, amúgy nekem van is egy ilyen szériám, most egy picit szünetel, villámkérdésnek hívják, megnézhetitek ide kattintva, számomra sikeres, elismertnek tartott emberekkel csinálok beszélgetést, fix kérdések, mindig átütő válaszok, hírességek is vannak benne, mint például Majka, vagy Istenes Bence, na de vissza a funkcióra, hogy ott mindig olyan nehéz volt, hogy valamit mondjuk az iPad-del vettem fel, vagy a telefonomhoz csatlakoztattam, és utána hogy szinkeljem össze. Ez mindig nehéz volt, és így most, hogy egy receiverbe bele tud menni a 2 transmitter, sokkal egyszerűbb tud lenni, olyan szinten is, hogy eldönthetem azt, hogy stereo vagy mono inputot szeretnék. Ez azért nagyon fontos, mert eldönthetem, hogy én szeretnék-e a külön hangsávokkal foglalkozni, ami néha fontos, például amikor Puzsér Robert-tel csináltam interjút, ő sokkal hangosabban beszélt, mint én, és ezt utólag lehet ugye állítani, de hogyha tudom, hogy hasonló az, ahogy beszélünk, és mondjuk van egy kellő távolság, hogy a 2 mikrofonban nem is hallatszik bele ugyanaz a hang, akkor akár egybe is tudjuk rakni a hangsávot, de ahogy mondtam, bal és jobb külön hangsávra is felvehetünk, ami nagyon szuper, összehozzuk a szinteket, és utána nyilván a végeredmény az ugyanúgy sztereóba is tud menni. A hatótávra amúgy azt mondják, hogy 100 méter, hát szerintem biztonságosan ez 20-30, mondjuk maximum 50, a Rode ebben egy fokkal jobb, de ezt el kell mondani, hogy hiába a 2,4 GHz-es átvitel, ami most tényleg a legjobbnak számít a világon, a probléma az, hogyha köztem és a fogadó között van valami mondjuk egy fa, akkor az már elárnyékolja és megszűnhet, úgyhogy ilyen szituációkban nem ideális, sőt, ha távolabb vagyok, tehát most, hogyha megfordulok, remélhetőleg nem fog szakadni semmi, beszélek folyamatosan, viszont, ha mondjuk már egy 30-50 méter távolságra vagyok, és úgy fordulok el, akkor már lehet, hogy megszűnhet, és itt van egy nagyon nagy előnye a Rode-nak, amit majd később a pro és kontra listánál el fogok mondani, de visszatérve a funkciókhoz, egy olyan 8 órát bír mind a receiver, mind a transmitter egy töltéssel, és nagyon gyorsan tudom, hogy mindegyik USB-C-vel újra tölteni, tehát azért elég ritka, hogyha mi egy ilyen szóló kreátorok vagyunk, hogy napi 8 óránál többet használnánk, még akár bruttóba is, amit ugye amennyi ideig ugye állnak az idők, ez szerintem nagyon király, és mind a kettőben van ugye a jack kimenet, ezzel csatlakoztatjuk bármihez, ahogy mondtam, kamerához, vagy kompjúterhez, amihez szeretnénk, ezért nem feltétlen csak így használhatjuk, hanem akár az okostelefonunkhoz is csatlakoztathatjuk, vagy hogyha most ugye Covid idején, vagy post-Covid rengeteg Zoom callunk van, online meetingünk, akkor a nagyon gagyi számítógépes, vagy AirPods-os mikrofonok helyett használhatjuk ezt is, mert csak be tudjuk dugni, kis jack, egyszerű csatlakozás, és már tudjuk ezt használni arra is, és már egy magasabb szinten vagyunk. Na beszéljük át az árat, viszont ennél már a Love mikeket fogom berakni. Annyi csalás lesz, hogy ami a Saramonic-kal jött, azt használom a Saramonic-kal, viszont a Rode-hoz hiába van nekem egy Smart Love pluszom, az átalakító kábelt még 5-6 ezer forintért nem vettem meg, úgyhogy ott most egy Syncro Love mic-ot fogok használni, hogy köszönöm a Syncro-nak, hogy azt elküldte. Nekem egy nagyon magas minőségű Love mic az is, úgyhogy ez is egy jó összehasonlítás lesz. Nos, az ár az nagyon egyszerű lenne, hogyha csak a Saramonic-ról beszélnénk, ugyanis a 120 ezer forinton 345 euró, és ugye megkapjuk benne a töltődobozt, az egy receivert, a 2 transmittert, a Love mic-okat, a dead cat-eket, a kábeleket, mindent. Most a Rode Wireless Go-nál egyedül, idézőesen egyedül, ugye csak a fő termékeket kapjuk meg, tehát egy receivert és 2 transmittert. És ez kerül nekünk egy picikét olcsóbbba, 110 ezer forintba, viszont hogyha ehhez mi még meg szeretnénk venni 2 Smart Love Plus és ahhoz az átalakítókat, ez olyan 180 euróba kerülne, tehát hogyha forintba az egészet összehasonlítjuk, akkor a Rode a 165 ezer forintba jön ki nekünk, a Saramonic-nak ugyanannak a 120 ezer forintos értékével, úgyhogy itt érdemes elgondolkoznunk, ezt a végén, hogy kinek ajánlom, el fogom mondani, hogy ki, hol, miként érdemes, hogy ezt használja.
A hangteszt folyamatosan ment, hiszen hallottátok azt, hogy a transmittereknek milyen volt eddig a beépített mikrofonja, most a két lavon keresztül hallotok, és ugyanúgy ugye kiírtam, hogy mikor melyiket halljátok. Most váltunk egyet, és kimegyünk, megnézzük a range tesztet. Szerencsére van egy nagyon hosszú része a teraszomnak, úgyhogy ott még a távolságot is be fogjuk mérni. Nézzük meg azt, és utána jön az, hogy mi a pro és kontra az egyik és a másikkal szemben. Itt vagyok kint a teraszomon, eléggé fúj a szél, most nincsenek rajta a detketek, de meg fogom mutatni, hogy az is milyen, és induljunk el hátrafele, hogy milyen az, hogy mennyire látszik a hang. Itt elmentem amúgy nem ventilátor, klíma mellett, azt hogy hallottátok, és most megfordulok, mi történik így, remélem hallatszik, visszafordulok és így megyek, jövök vissza. Okay. Ez volt így, és most nagyon fúj a szél, jövök vissza, sétálok, hú, hát szerintem ez így borzasztó lesz, de hát kiderül, hogy milyen. Beszélek. Fúj a szél. Halljátok? És most viccesedhet ki a detket mind a kettőn. Most egy picit elállt a szél, de változott-e a hang bármit azáltal, hogy rajta vannak a detketek. Most csöndben maradok, hogy halljuk, van egy kis szél. Ez ilyen. Kicsit most visszahallgattam. Úgy gondolom, hogy mind a kettő nagyon jó minőségű, és ha lehet választani, eleve esztétikusabb is, hogy nem egy ilyen nagy formátumú, mert hiába kisebb valamennyivel a Rode, de ugyanúgy amúgy a Saramonic is. Tehát, hogyha így egymás mellé rakjuk, akkor itt látszik, hogy valamennyivel kisebb a Rode, meg szerintem jobban is néz ki, de nyilván ez a legdiszkrétebb, hogyha csak egy ilyen csiptető mikrofon van, és ezzel szerintem nagyon jó hang, és ahogy halljátok amúgy végig ezeket a mikrofonokat, semmilyen post-processing nincsen, ahogy kijön, szerintem mind a kettő hang alapján nagyon jó, talán érdekes ezt kimondanom, de a Saramonic felé hajlok egy bizonyos fokig. Na és akkor a pro-kontra. Egyértelműen ami a Rode felé szól, hogy képzeljétek el, hogy ő tud belsőleg is felvenni. Tehát ahogy előbb említettem, hogy mondjuk elveszítjük a jelet, mind a transmittereknek van egy belső felvevője, tehát hogyha megszűnne az audio, van egy biztonságunk arra, hogy akkor is megmarad az, amit mi felvettünk. Ez nagyon király. És ha már biztonság, tud a Rode egy olyat is csinálni, hogy beállíthatunk egy safety sávot, ami 20 decibellel alacsonyabb gainen vesz fel, ami azt jelenti, hogy ha nagyon hangosan kezdenénk el beszélni, és valami píkel, amikor már nagyon hülyén hangzik a mikrofon, akkor ott van egy másik sáv, ami annyival halkabban vett fel, és ezt össze tudjuk mixelni. Ami még jobb a Rode-ban, hogy van egy nagyon király alkalmazás, ahol különböző minimális beállításokat, vagy ilyen apró finomításokat be tudunk állítani, és ezeket a felvételeket is le tudjuk onnan hívni. Amúgy ez nehéz is, mert csak azon keresztül tudjuk lehívni, úgyhogy mindenféleképpen kell a szoftver a gépünkre. Szerintem jobban néz ki a Rode, a kezelhetősége is jobb, és maga az, hogy van egy alkalmazás. Egyértelműen az a negatív oldala, hogy ha ugyanazt a csomagot szeretnénk ugyanúgy a Love Mic-okkal, mindennel, mint a Saramonicnál, akkor sokkal többet kell, egy 40-50 ezer forinttal többet kell költenünk. Na nézzük a Saramonicnak az oldalát. Egyértelműen szerintem a legfontosabb előnye az a charging doboz, az, hogy ezzel lehet tölteni, és nagyon könnyen tudjuk ugye párosítani is, ahogy mondtam, az eszközöket. Ez egyértelműen nagyon-nagyon király benne, jó a hangminősége, és hogyha az árérték arányt vesszük, akkor az, hogy ezt így egybe megkapjuk, ez most verhetetlen a piacon, ezt szerintem így kijelenthetjük. Alapvetően elmondhatjuk, hogy a Love Mic-ok egy nagyon versatilis, nagyon sok helyzetben használható mikrofonok, és aki egy ilyen run and gun típusú, tehát maga egyedül készít el dolgokat, és szeretné, hogy valami működjön,
akkor a love mic-ok mindig jók, és hogyha ez egy ilyen wireless systemen keresztül át tudja adni a dolgokat, az már egy sokkal nagyobb előny, plusz hogyha én elfordulok a kamerától, akkor is emeltek ugyanúgy hallotok, ami azért fontos, mert hogyha mondjuk egy shotgun mikrofon, azt a hosszú mikrofont, vagy ami mondjuk ilyen streamereknél beszokott nyúlni, és itt van egy ilyen kondenzátoros mikrofon, hogyha bármerre elfordulunk, vagy nem olyan távolságra vagyunk, megváltozik a hang, itt nem. Nyilvánvalóan azok a mikrofonok egy stúdió körülményekben, vagy otthon, ha úgy berendeztük, jobb minőségű hangot fognak adni mindenféleképpen. Tehát azt kell dönteni, hogy neked az, hogy valami gyorsan működjön, egyből belemenjen a kamerába, sok helyen forgatsz, vlogolsz, interjúkat csinálsz, akkor biztos, hogy egy ilyen setup egy nagyon egyszerű használatot tud neked biztosítani. De ha mindig egy helyen veszel fel, inkább csak te szoktál kamerázni, akkor mondhatjuk azt is, hogy lehet, hogy jobb beruházni mondjuk egy shotgunra, vagy hogyha nagyon sok voice-overt, ilyen felmondást csinálsz, kolljaid vannak, vagy nem zavar, hogy itt lenne egy nagy mikrofon előtted, akkor inkább egy olyan setupra érdemes menni. Vagy akár mindegyiket megveheted, és akkor ugye mindent abban az adott helyzetben, szituációban fogod használni, amiben te gondolod. Hogy a Saramonic vagy Rode, ez szerintem egy ilyen árérték arány kérdése, talán hogyha az abszolút legbiztonságosabbra szeretnél menni a belső felvétel és a mínusz 20-as biztonsági hangsávnak köszönhetően a Rode ezzel a kettő dologgal szerintem egy picit előrébb jár a Saramonichoz képest, viszont árérték arányba, és hogyha nem aggódsz attól, hogy a felvétel biztos lesz, vagy nem leszel 100 méterre, hogy aggódnod kéne, hogy elveszítse a jelet, akkor szerintem új királyt avathatunk, vagy mindenféleképpen egy ilyen volt versenyben vagyunk. Te mit gondolsz? Te mit használnál leginkább? Kérlek a kommentbe írd le, vagy hogyha még van kérdésed, és hogyha most találkoztunk először és végignézted a videót egyrésztről, köszönöm, remélem tetszett, ha nem, tényleg akkor köszönöm, hogy megnézted, de ha tetszett, akkor mindenféleképpen iratkozz fel, nyomd meg a csengőt is, hogy ne maradj le, jövök ilyen videózáshoz kapcsolódó tech review-kkal, hogyan érdemes használni ezeket a dolgokat, illetve elviszlek magammal titeket a forgatásokra is, és egy behind the scenes mutatok, hogy mit, hogy csináltam meg, milyen editálások vannak. Úgyhogy ha érdekel ez a téma, vagy az, hogy hogy építsük fel a karrierünket, vállalkozó életút, akkor tényleg iratkozzál fel. Amúgy írtam is erről egy könyvet, ott van, ott a háttérben van, a HVG adta ki, Vágj valóra a címe. Erről készültek napi vlogok is, ide kattintva meg tudod nézni, illetve a vajvalóra.hu-n megvásáltod, és ha még az érték, dedikálom is. Minden esetre köszönöm szépen, hogy megnézted, hogy itt vagy, remélem még találkozunk. Szia! Sziasztok!